Az elmúlt évtizedekben megnőtt a pálinka presztízse, a magyar gyümölcspárlat immár a minőségi italok közé tartozik. A szakma képviselői pénteken délelőtt Gyulán az ország egyik legrangosabb pálinka fesztiváljának otthont adó városban tartottak konferenciát. A pálinka készítőket három csoportba sorolják, és mindhárom nagy szerepet játszik abban, hogy az ital hungarikum lett. A kereskedelmi főzdék a tömeget adják, a bérfőzdék a lehetőséget, magánfőzők pedig a kézzel csiszolt gyémántokat készítik, hiszen kell hozzá a pálinka készítéshez egy nagyfokú türelem, egy alázat, egy odaadás, a tudás és a tapasztalat mellett. A konferencia után este a Várkertben nyitották meg hivatalosan is a 19. Gyulai Pálinka Fesztivált. A színpadon Varga Zsolt, Budapest tanácsnoka adta át a főváros kulcsát Görgényi Ernőnek, ezzel jelezve, hogy a fesztivál ideje alatt Gyula a pálinka fővárosa lett. Az eseménnyel kezdetét veszik a hagyományos programok a várnál, melyekre a helyiek mellett egyre több vendég érkezik a fürdővárosba. Ahogyan az már kezdettől fogva szokás, itt van nagyon sok Gyuláról elszármazott ember. Mert mi, vidékiek, gyulaiak, békésmegyeiek, zsigereinkben érezzük és tudjuk, hogy mi az a vidéki sanzon, mit jelent az, hogy emberileg is, földrajzilag is, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. A megnyitón Domokos László, az Állami Számvevőszék békésmegyei kötődésű elnöke hangsúlyozta, a Pálinka Fesztivál lassan két évtizedes sikere az összefogásnak köszönhető, és annak, hogy a szervezők értéket teremtenek. Szombat kora délután a Városháza dísztermében adták át a fesztiválhoz kapcsolódó szakmai verseny díjait kereskedelmi párlat kategóriában. Bora Imre főszervező elmondta, céljuk a minőségi pálinka fogyasztás népszerűsítése. Mindenbe teszünk azért, hogy a pálinka megtalálja Gyulán folyamatosan a méltó helyét, és hogy a minőségben, elismertségben országosan tudjunk tenni hozzá. V. Németh Zsolt hungarikumokért felelős államtitkár hangsúlyozta, a pálinka nem csupán egy élelmiszeripari termék. Nem csak az itteni közép-európai természet földrajzi viszonyok miatt lesz kiváló, a sav és cukor arány miatt a termőföldnek az ásványi anyag tartalma befolyásolja a napsütéses óráksáma és az eső, a csapadék, hanem én hiszek abban, hogy maga a társzelleme is az ott élő ember kultúrája, hagyománya is alakítja. A párlatverseny eredmény hirdetésén bronz, ezüst és arany minősítéseket adtak át a szakmai zsűri által arra érdemesnek ítélt nevezőknek. A kereskedelmi kategória legjobbja idén a Tuzséri Jonatán alma pálinka lett, és a Tuzséri főzde érdemelte ki a legjobb kereskedelmi főzde díjat is. Szintén itt adták át a megye pálinkája elismerést, amit 4 évvel ezelőtt alapított a Békés megyei önkormányzat. Az elmúlt időszak azt mutatja, hogy elértük a célunkat. Már az első év után látható volt, hogy több tucatnyi sajtómegjelenést tudunk biztosítani, mind a Pálinka Fesztiválnak, mind pedig a megye pálinkája díjat elnyerőnek. Ezt a díjat idén a Gyulai Pálinka Manufaktúra vadcseresznyés párlata kapta. Késő délután a Várkertben folytatódott a díjátadó a magán- és bérfőzetők kategóriában. Itt szintén hazai siker született, az év legeredményesebb bérfőzetője ugyanis a gyulai Cseke János lett, és az ő besztercei Szilva párlata érdemelte ki a legjobb bérfőzetett párlatnak járó díjat is. A gyümölcs minőségére, meg a szelfő minőségére, arra kell figyelni. 2018 legeredményesebb bérfőzdéje a Szabolcs Arany Pálinka Ház lett, a legeredményesebb magánfőző díjat pedig a kaposvári Kaszás Hajni vehette át, valamint ővé lett a legjobb magánfőzött párlat is. A 4 nap alatt a Várkertben a vendégek folyamatosan kóstolhattak az ország minden részéből érkező párlatokat. Most vagyunk itt először mind a ketten. Örülünk, hogy van itt ilyen színvonalas rendezvény. Régóta készültünk már ide, de sajnos nem tudtunk eljutni. Az esemény színvonalát és népszerűségét mutatja, hogy voltak, akik az előző évek után is visszatértek. Berettyóújfaluból érkeztünk, most vagyunk itt másodjára. Tavaly nagyon jó volt, ezért jöttünk vissza most is, és szerintem fejlődik, ahogy látom. Nagyon jó. A jövőre 20 éves jubileumot ünneplő Gyulai Pálinka Fesztiválon a szakmai programok mellett több szórakoztató esemény várta a vendégeket a Várkertben.